Sziasztok! A mai videó egy iskolaváró sorozatnak lesz az egyik része, még nem tudom, hogy az első, a második vagy a harmadik. Ugyanis három ilyen vissza a suliba videót szeretnénk nektek készíteni, és hát ez lesz belőle az egyik, ami nem más, mint hogy hogyan sminkeltem gimiben. De mielőtt még jobban belemennénk ebbe a dologba, észrevehetitek, hogy fogszabályzom van. Ha követtek Instán, akkor tudhatjátok, illetve fel tudtatok tenni nekem kérdéseket ezzel kapcsolatban, hogyha volt bármi, ami érdekelt titeket. Úgyhogy ha erről bővebb infót szeretnétek tudni, akkor ott Instán nézzétek meg. Lesz róla egyébként videó, de egyelőre még nem. Szóval nem tudom, lehet, hogy csak már akkor fog felkerülni, amikor le is veszik, és akkor egy ilyen nagyon durva összegző videó. Meglátjuk. De hogyha bármi ötletetek van a fogszabályzó videóval kapcsolatban, akkor azt írjátok meg lent a kommentekben, mert nagyon szívesen venném, ugyanis egyelőre még nem annyira állt össze a fejembe a kép, hogy milyen videót is szeretnék erről készíteni nektek. Na de, akkor térjünk rá a mai videóra. Nagyon sokaknál láttam már ezt a fajta videót elkészíteni, és szerintem nagyon mókás. Nyilván nem mindenki sminkel gimiben, én sminkeltem, és nem is akárhogyan. De mindegy, ezt majd mindjárt ti is meglátjátok, és hát nem is húzom akkor tovább az időt, hanem kezdjünk is bele a videóba. Igyekeztem amennyire lehet hűnek maradni az eredetileg használt termékeimhez. Nem nagyon sikerült, ugyanis vannak olyanok, amiket már nem lehet kapni, illetve van olyan, amit nem tudtam beszerezni. Szóval van egy-két helyettesítő termék, de azért elméletileg az én fejemben úgy néz ki a dolog, hogy minden nagyjából ugyanúgy fog kinézni, mint akkoriban. Primer! Primert például nem használtam egyáltalán. Akkor még így erről kb. Szó se volt, azt se tudtam, hogy mi az, hogy primer. Később jött be a Maybellinnek ez a Baby Skin primere. Szerintem akkor már talán egyetemista voltam, nem tudom. Minden esetre én úgy emlékszem, hogy primert egyáltalán nem használtam még gimiben, viszont alapozót azt már igen, és az nem volt más, mint a Maybellinnek az Affinitone alapozója. Hát ez most a 03-as Light Sand Beige árnyalatban vásároltam meg, ez volt a legvilágosabb, nem tudom, hogy mennyire fog passzolni, de mindegy is, mert én szerintem már akkor is egyébként az az árnyalat, amit akkor használtam, sötétebb volt az én bőrszínemnél, és egyébként az volt a legvilágosabb akkor is, de hát ugye akkor még kevesebb lehetőség volt az árnyalatoknak az eléréséhez. Ezt egy ecsettel vittem fel minden esetben, nem ilyennel, hanem azzal a macska nyelv ecsettel, vagy hogy hívják, tudjátok, azzal az eredeti alapozó ecsettel, ami egyébként semmit nem ér alapozáshoz, de akkor ezt még nem tudtam, és azzal vittem fel, volt egy jó nagy Sigma ecset készletem, ami 20.000 forintba került még akkoriban, egy olyan Sigma ecset készletem, amiben minden benne volt, arcra való ecsetek, szemre való ecsetek egyaránt, és akkor az egyik barátom kint élt Amerikába, hozzá megrendeltem, és ő hazahozta nekem. Úgyhogy Sigma ecsetekkel dolgoztam, hát ennek már a fele nincs meg egyébként, az arcra való ecsetekben nagyon kevés van már meg, ez már tényleg lassan 10 éve volt, hanem 10 éve, úgyhogy már nincs meg minden ecset. Most minden esetre ezt az ecsetet fogom hozzá használni, ez egy ilyen lekerekített ecset, ezek jobbak az alapozó eldolgozására nyilván. És igen, én nem szerettem egyébként soha kézzel felvinni az alapozót, még akkoriban sem, mindig mindenhez ecsetet használtam. Illetve a szemfestékhez nem, de majd odáig eljutunk, az nagyon jó rész lesz. És ugyanúgy csináltam, mint most, hogy így felpöttyöztem az arcomra. Nem is emlékeztem, hogy ez ennyire folyékony állagú volt ez az alapozó. És hát aztán ecsettel beledolgoztam az arcomba. És igen, azt láthatjátok, hogy a szemöldököm már meg van csinálva. Ez azért van természetesen, mert akkor még nem volt kiszedve a szemöldököm, és azzal nem foglalkoztam, tehát nem használtam rá semmilyen terméket, úgyhogy ezt így előre megcsináltam, hogy releváns legyen. Nyilván nem így néztek ki akkor a szemöldökeim, hanem jóval dúsabb volt, illetve jóval ilyen formátlanabb. Nem tudom, nyilvánvalóan egyébként azóta változtattak ennek az alapozónak a formuláján, azóta egyébként nem használtam. Nagyon izgalmas. Hát igen, sötétebb az árnyalat a nyakamnál, a kezemhez amúgy egész jól megy, bár annál meg világosabb. Igen, nagyon rengeteg árnyalat megtalálhatom ilyenkor nyáron a bőrömön. Mindegy. Akkoriban ezt így nem nagyon figyeltem. Vagy hát figyeltem, hogy passzoljon azért a nyakamhoz, de hát szerintem még világosabb bőröm volt talán. És hát nehéz volt. De mindenből a legvilágosabb árnyalatot vettem. De hát ahogy ez most sem mindig válik be, akkor sem mindig vált be. Egész jó fedése van, szép ilyen púderes finise van, akkor is az volt, arra emlékszem. Ennyi volt az alapozásom. Nem igazán sikerült néha eldolgoznom, úgy emlékszem. Tehát most azért jól eldolgoztam itt a nyakamnál is, de azért nyilvánvalóan ez nem mindig történt meg akkoriban.
mindegy, lehet, hogy úgy kellett volna hagynom. De akkor térjünk át a korrektorra, ehhez most egy Essence Camouflage Plus korrektort hoztam. Akkoriban szerintem valami avonos korrektort használtam, méghozzá Color Trendeset talán, viszont nem avonozok, úgyhogy az avonos termékeket le kellett váltanom olyasmi termékekre, ami szintén ilyen olcsóbb árkategóriába tartoznak még, viszont nem avonosak. Úgyhogy ezen termékek egyébként mind-mind olyanok, amiket be tudtok olcsón szerezni, hiszen akkoriban azért nekem sem voltak ilyen nagyon drága termékeim, úgyhogy az árkategórián belül maradtam mindenképpen. Szóval ezt az Essence-es korrektort fogom használni, és ezt én imádom egyébként, nagyon-nagyon szeretem, tudom is javasolni. Az én tapasztalataim szerint jobb, mint a Catrice Camouflage korrektor, és hát akkor így korrektoroztam, tehát nem háromszögben, hanem csak így, és kész. Csak a szemem alatt korrektoroztam, illetve nyilván, ha volt néha bőrhibám, akkor így azt. Ez most egy világosabb árnyalatú korrektor, mint az alapozó, de akkor erre így nem figyeltem, de most ez volt itthon, úgyhogy. Hát, ez volt, amikor újjal volt, amikor ecsettel dolgoztam el. Most itt ezt eldolgozom ecsettel, aztán a szemeim alatt pedig újjal, mert szerintem általában így volt. Kicsit sokat vittem fel, nem is baj, hiszen nyilván akkor is mindenféle ilyen dolog megtörtént velem. Ugye én akkor is néztem már a YouTube videókat, tehát azért követtem a külföldiek rutinjait, hogy úgy mondjam. Magyarokat nem néztem egyáltalán, azokat most sem nagyon szoktam egyébként. De a külföldiek már akkor is nagyon mentek nálam, és hát ők ugye ilyen téren jóval előrébb jártak, mint mi, jóval fejlettebbek voltak, mint mi. Az ő mondásaikat követtem, de akkor még nem volt ez a háromszöges korrektorozás sem. Bár most úgy látom, sikerült azért háromszögbe eldolgozni, de... Baj. És hát ezután jöhetett a púder. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiatoknak ismerős lesz ez a púder, ezt még akkor is használtam, amikor elkezdtem videózni. Nyomjatok egy lájkot erre a videóra, vagy írjatok kommentet, hogyha emlékeztek még arra a korszakra, amikor én a Rimmel Stay Matte púderét használtam átlátszó árnyalatban. Nagyon sok ilyet elfogyasztottam egyébként, és hát most vettem egy badi újat a videó kedvéért. Igazából akkoriban minden erről a púderről szólt, tehát gyakorlatilag nem létezett más puder, csak a Rimmel Stay Matte. És hát én hittem mindenkinek, és én is nagy előszeretettel használtam. Én is azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó puder, annak ellenére, hogy egyébként más viszonyítási alapom nem nagyon volt, hiszen csak ezt használtam mindig, mert erre mondták, hogy ez a tuti. Egy nagy puffi ecsettel vittem fel, mindenhova raktam. Úgy érzem azóta ilyen kicsi illat is került ebbe a púderbe, mert nem rémlik, hogy ez illatos lett volna, most viszont van egy ilyen egész intenzív illata. Mindjárt jól a szemeim alatt is fixáltam a korrektort, és jó sokat vittem fel, hogy biztosan fennmaradjon az alapozó, hiszen akkor még se primer, se fixáló spray nem volt. Ezután jött a bronzosítás, pirosítás. Kontúrozni akkor még egyáltalán nem kontúroztam, egyáltalán nem highlightereztem, sőt. A külföldieknél voltak néhányan, akik így használtak highlightert, ott se volt egyébként még annyira elterjedve, de én tőlem nagyon idegennek tűnt, tehát én egyáltalán nem használtam highlightert. Volt viszont egy sleek face contour palettám, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem face contour, csak valami sima face paletta, teljesen mindegy, ami ugyanígy nézett ki, mint ez a H&M-es paletta, tehát volt benne egy pirosító, egy highlighter és egy bronzosító szín. Ezt a palettát nem tudtam most beszerezni, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt a H&M-eset fogom használni. Nagyon jó áron hozzá lehet jutni a H&M-be, és egy nagyon jó kis paletta egyébként, én nagyon szeretem. Most kaptam nemrég egyébként, tehát nem használom annyira régóta, és hát tök szép árnyalatok vannak benne szerintem. Tükör is van, úgyhogy utazóbarát, tök jó. Ugye highlighter részét a dolognak azt soha nem használtam a palettából, tehát azt gyakorlatilag úgy dobtam ki, hogy a highlighter az fullosan benne volt. Nagyon ritkán használtam, de akkor is csak szemhéjfestékként. Viszont a bronzosítót azt mindig elhasználtam belőle, nem vittem túlzásba, vagy hát a fene tudja, még az is lehet, de emlékeim szerint azért erre mindig odafigyeltem, mert láttam egy-két elrettentő példát azért így a YouTube-on. Akkoriban csak így bronzosítottam, sőt a homlokomon nem is mindig. Ezt jól elrontottam. Úgyhogy abból így visszább is szedek egy kicsit. Napokon, vagy hogy mondjam, csak akkor bronzosítottam. Leginkább mindig itt az alsócsontomon. Úgy gondoltam, hogy ez így kontúrozáshoz is jó. És akkor csak így ennyi volt, hogy így a két orcámon volt egy ilyen bronz csík. Pirosítót sem annyira használtam egyébként, de azt azért jobb, mint a highlightert. Egy picikét most felviszek ebből a pirosítóból, de azt is nagyon ritkán, mondom, inkább csak így bronzosítottam. Meg is vagyunk az arccal. Jöhetnek a szemek. Na most,
amire én emlékszem, hogy volt egy kamu megpalettám, amit a Vaterán vettem, amiben ilyen nagyon élénk, színes és fényes árnyalatok voltak. És ezek az árnyalatok annyira fényesek voltak, hogy már-már ilyen glitteresek voltak. Minden esetre nagyon pigmentáltak, és nagyon szembetűnőek voltak, de valamiért én úgy gondoltam, hogy ez tök jó lesz a suliba. Hát 11-ben nem emlékszem, hogy megvolt-e már ez a paletta, de azt tudom, hogy 12-ben biztos, hogy ezzel a palettával sminkeltem végig. Minden nap ugyanazt a sminket vittem fel, csak más árnyalatokkal. Volt ebbe a palettában rózsaszín, zöld, kék, sárga, mindenféle, illetve egy ilyen fehéres ezüstös szín is. És az volt a lényeg a sminkemnek, hogy ezt a fehéres ezüstös árnyalatot vittem fel mindig a belső részére a szemhéjamnak, és akkor a külső részére mindig az adott hangulatomhoz megfelelő szín került. Tehát volt, hogy ez kék volt, hogy ez rózsaszín volt, hogy ez arany volt. Úgyhogy nem sminkeltem valami visszafogottan, azt kell, hogy mondjam. Igazából olyan fehéres ezüstös árnyalatot nem találtam így most annyira a kis kollekciómban. Úgyhogy egy kimondottan ezüst árnyalatot hoztam ide. Ez az Essence-nek a Melted Chrome szemfestékeiből a Steel Look 04-es árnyalat, ami egy igazi ezüst, ahogy láthatjátok. És hát akkor ez fog felkerülni a belső szemhéjamra. Újjal vittem fel ezeket a termékeket minden esetben, hiszen hát amúgy ehhez nagyon hasonló állaguk volt, ilyen puha, egyébként nagyon jó szemfestékek voltak, csak már túlzás. És hát kb. A pigmentáltságuk is ilyen volt. Ilyen jó kamu megpaletta volt. Egyébként eredetileg azt hittem, hogy ez majd biztos eredeti lesz a Vateráról. Nem tudom én hány ezer forintért, de nyilván aztán, amikor megérkezett, rájöttem, hogy hát nem. De semmi baj nem volt, így is használtam, nem lett tőle semmi bajom. Szerettem nagyon. 12-ben szinte minden nap szerintem így sminkeltem ki magam. És nem szólt rám amúgy senki. Ez annyira durva egyébként ez a szemfesték. Ezt nagyon tudom nektek ajánlani, ezt az Essence Melted Chrome-ot, hogyha szeretitek az ilyen durva, fényes szemfestékeket. Annak is az intenzitása ilyen volt, kevésbé volt ilyen ezüstös, kék, beütésű, inkább fehér vonalon maradt a fénye. És hát akkor ugye ehhez társult egy nagyon élénk szín. Most nem is tudom, hogy milyen színt rakjak hozzá. Én azt mondom, hogy legyen a rózsaszín szerintem. Talán legtöbbször az volt, amit használtam. Ennek az elkészítéséhez a Soft palettáját fogom használni a Revolution-től. És hát valahol e között a két árnyalat között volt az az árnyalatú rózsaszín. Ez túl világos, ez túl sötét ahhoz, úgyhogy ezeket fogom valahogy keverni. Hát igazából belemártam az ujjamat mind a kettőbe, és lesz, ami lesz. Ja, valami ilyesmi volt egyébként. Egy picit világosabb árnyalat volt, úgyhogy majd átmegyek rajta még a világosan egyszer. De hát ahogy láthatjátok, nem egy visszafogott smink. Így visszagondolva nagyon vicces, de akkor így nagyon jónak találtam. Amennyire tudtam, egybe dolgoztam. Kb. Így nézett ki a smink. Szerintem alul nem is emlékszem, hogy meghúztam ezt. Szerintem nem. Itt nem volt vége ám, nem volt vége, ugyanis mindig használtam minden nap szemhéjtust. A Maybelline-nek a géles szemhéjtusát használtam, ami sajnos azóta nem kapható. Úgyhogy most ezt a NYX-es Epic Ink Linert fogom hozzá használni, ami se nem Maybelline, se nem géles, de ez volt itthon. És akkoriban egyébként, mivel minden nap tegnap húztam a tusvonalamat, nagyon profin tudtam elkészíteni, nagyon gyorsan és nagyon szép, egyenes, hibátlan tusvonalat tudtam készíteni. Aztán így egyetemen ezt meguntam, hogy ezt minden nap megcsináljam, és elkezdtem így abba hagyogatni, és csak néha csinálni, és aztán teljesen elmaradt, most már csak nagyon ritkán húzok tusvonalat, és ez látszik is, mert nagyon béna lettem benne. Hát igen, gyakorlat teszi a mestert, meglátjuk, hogy most hogy fog sikerülni. Jó, hát nyilván nem sikerült egyformára, de semmi baj. Azért ez néha akkor is megesett, hogy az egyik ugye vastagabb lett, és akkor el kellett kezdeni a másikat hozzá vastagítani, és aztán az még vastagabb lett, és ez így tovább. Illetve hát akkoriban még előszeretettel viseltem fekete szemceruzát. A Maybelline-től hordtam akkor is, csak nem ezt a tattoo linert, ami most van, hanem valami másikat, de gyakorlatilag ugyanez volt. Akkor még felvittem az alsó vízvonalamra. Ma már soha nem minném fel, mert optikailag nagyon kicsivé teszi a szemeimet, vagy hát nem tudom, én nekem nem tetszik, ahogy kinéz, viszont akkor mindenki ezt csinálta, úgyhogy nekem is ezt kellett csinálnom. Azóta, de 10-11 éve nem húztam ki az alsó vízvonalamat fekete szemceruzával.
és azóta teljesen el is szokott tőle a szemem. Akkoriban tök simán ment, most viszont nagyon bekönnyezett tőle, és csikiz is, meg fáj is. De a szemsminkem az valahogy így nézett ki, illetve hát még jött hozzá a szempillas spirál. Abból is egy avonosat használtam akkor, de mivel ugye nem avonozom, most nem fogom azt használni, illetve az nem is volt jó amúgy, mindegy, hát arra volt lehetőségem. Viszont az Age & M-nek ezt a Pure Definition szempillas spiráját fogom most használni, ami egészen hasonlít ahhoz, azért ezt választottam, mert ennek is szilikonos keféje van, és ilyen picike kis sörtéi. Ez hasonlít ahhoz az avonos szempillas spirálhoz, amit akkoriban használtam, viszont ez jobb, mint az. Úgyhogy tudom ajánlani kezdő sminkeseknek, jó áron hozzá lehet jutni, és jó kis szempillas spirál. Persze akkor tudom ajánlani, ha nem kezdők vagytok. Az alsó pilláim ilyen nagyon hosszúak, ezért a nap végére általában már így a szemem alatti részen, a bőrömön is ott volt a szempillas spirál. Ma már ezt nem így csinálom. Tehát kifestem az alsó pilláimat, de a végéről minden esetben leszoktam szedni a festéket, hogy ezt elkerüljem. És nagyjából az egész smink készen van, még az ajkak vannak hátra, amihez szájfényt használtam mindig. Nem szerettem a rúzsokat, nagyon sokáig nem is vettem semmiféle rúst. A szájfény, amit használtam, az szintén kolortrendes volt az Avontól. És ez az egy olyan termék a most használt sminkek között, ami nem egy olcsó árkategóriás, mert egyszerűen nem találtam itthon ilyen olcsó árkategóriás szájfényt, és elfelejtettem venni. Úgyhogy most a Buxom-nek fogom használni ezt a rózsaszín szájfényét. Minden esetben rózsaszín szájfényt használtam, szóval csak az létezett. És hát el is készült ez a csodálatos smink, ahogy én minden nap kinéztem 17-18 évesen. Nem tudom egyébként, hogy mit gondoltam, akkor nem gondoltam azt, hogy ez így sok lenne, tehát nem eszembe se jutott volna. Csak azt gondoltam, hogy érkezett egy új MAC palettám, imádom, színes, szeretem a színeket, ezért feldobom. Szimplán tényleg csak azért, mert szerettem a színeket, és szerettem sminkelni, vagy hát akkor kezdtem el így sminkelni, és hát izgalmas volt, na. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, írjátok meg lent a kommentekbe, illetve lájkoljátok ezt a videót, hogyha így van, és írjátok meg azt is, hogy ti hogyan sminkeltetek gimibe, vagy hogyan sminkeltek gimibe. Nyilván ezzel a videóval nem azt akarom mondani, hogy így kell, vagy hogy kell egyáltalán sminkelni a gimibe, csak az, hogy én mit csináltam, de ha visszavehetnék és szólhatnék az akkori én önnek, akkor szólnék, hogy a kevesebb, néha több. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és a legközelebbiben találkozunk, addig is, sziasztok!